A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat egyik jelenleg is futó projektje a 4 millió 200 ezer forintos szemléletformálási programok az energiahatékonyság egyében Szabolcs-Szatmár Bereg megyében című Kehópos program. Ennek konzorciumi partnere a 40 éve várossá minősített Vásárosnamény. A cél, hogy minél többen ismerjék meg például a megújuló energiaforrásokat. Épp ezért úgy gondoltuk, hogy egy zuárnapi sokadalomban, amely a város kiemelt rendezvénye, ahol 4-5 ezer ember is megjelenik, előfordul, érdeklődik sok minden iránt, legyen jelen ez a projekt is, ez a program is legalább egy elemével, és adjunk egy olyan helyet ennek is közösségnek, akik ezzel kiemelten foglalkoznak, hogy meg tudják mutatni ennek a projektnek a jelentőségét. Tudjuk azt, hogy ez a város, de mondhatnánk azt, hogy a megye teljes egésze odafigyel arra, hogy az alternatív lehetőségeket, az energiafogyasztás, az energiafelhasználás terén a megújuló energiákat és az energiahatékonyságot szem előtt tartva odafigyeljen arra, hogy milyen lehetőségeink vannak. A programhoz a Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott. Újra hasznosított üdítős dobozokból és biciklitengelyből készült szélkerék mutatta be a fiataloknak, hogyan használható a szélenergia. A napelemes modellrendszer pedig azt szemlélteti, hogyan készül a napsugárzásból elektromos áram. A játékos bemutatók azonban nem csak a gyerekeket érdeklik. Egészen fiatal, egészen idős korosztályig mindenki megáll, megnézi, volt, aki túlment, aztán visszajött, hogy mi is ez, és akkor nekik el szoktuk mondani, hogy mi az, hogy működik, mire jó. Ez a napelem egyébként mostanában különösen ilyen, azt hiszem, hogy felfutóban van, tehát sokan érdeklődnek iránta, pályázatok is vannak, én mondjuk azokkal nem foglalkozom, csak figyelem, vagy látom, észlelem. Engem a működése érdekel, tehát azért raktam össze egy ilyen mini modellt, hogy hordozható, bárhova elvihető, egyébként minden alkatrésze olyan, mint az igazi, csak kicsi. Az önkormányzat standjánál a gyerekek egész nap rajzolhattak, a felnőttek pedig a szemléletformáló kérdőív kitöltéséért ajándékcsomagot kaptak.